És amint mondtam, Anglia-USA mérkőzés a csoportkör második fordulójának első napjáról. Ugye majd szombaton jön a C és a D csoport, most az A-t ugye befejeztük, a B-t pedig most fogjuk befejezni. Úgyhogy... ja. England and USA, Raheem Sterling go away! Júj! Na, ez gyönyörű mondat volt. Raheem Sterling révén már vezet is Anglia. Ők úgy gondolták, hogy nem szeretnek a szarral gurigázni. Egyből be a közepébe. Ez egy Bryce Mendez. Helyett, amúgy Brian Ruiz is lehetne, de Bryce Mendez lesz. Most helyette. Reméljük, a angolok kezdeti lelkesedése kitart. Én ebbe bízok. Na. Meg abba, hogy tudunk valaki normálisat is választani akár. Ugye, akit betölt a játék, legalábbis olyanra gondolok éppen. Érdekes embereket dob ki. Itt a Gamesco. Na, még jobb. Nelson. Dumfries. Eddig Anglia szerény egy góllal rendelkezik. Megint. És tudjuk jól, hogy ők Irán ellen döntetlent játszottak a Vfoot szimulációban. És jelenleg sem állnak nagyon jobban. Chill! Ó! Pácska! Majdnem angol második gól, viszont USA-nak sincs így gólja. Ezáltal most ratingre megyünk. Majdnem meglett a második angol gól, de ez Giovanni Reina megakadályozta. Mondjuk fordítva is igaz, hogy Chilwell meg Reina találatát vette el, úgymond. Kispad viszont katasztrófa jelenleg, ami van. Tényleg borzalmas. Ez egy Alderweireld. Na. Eddig annyi angol jött, most amik mindig, amelyik ország éppen játszik, és sűrűn jön, az amikor kell. Nem jön! De McKenzie jön! Egyenlít az USA! McKenzie! Nem menekülnek az angolok. Ez egy Jonathan David. Na. Benzema. És még van egy pick. Palmer Brown! Palmer Brown! Az USA legyőzi Angliát! Micsoda! Te jó ég! Hát mit művel az USA ezen a VB-n? Vesz után Anglia is, pipa! Azt a mindenit! 2-1 az USA-nak. Anglia borzasztó Vfoot VB-n van eddig, legalábbis a mi VB-nken. Wow! Az utolsó pick! Palmer Brown. Óriási! Na! Ilyen izgalmakkal várom a folytatást, és várlak titeket, hogy nézzétek ezeket a rövid kis videókat. Legyetek jók, sziasztok!